A Remény útvesztőjében címmel jelent meg az Aradi Szabadságszobor Egyesület legújabb kötete. A könyv a II. Világháború utáni Arad magyarságának életét foglalja össze az 1989-es decemberi forradalomig. Hiánypótló könyvet tarthat a kezében az olvasó, hangsúlyozták a Szabadságszobor Egyesület gondozásában megjelent kötet szerzői, aradi történészek és helytörténészek az online és élőben egyaránt megtartott bemutatón. Nem történt meg az államszocialista berendezkedés vizsgálata lokális szinten, tehát aradi magyar szempontból egyáltalán. Ezért aztán végképp egy új típusú kezdeményezéssel próbálkozunk, amiről én nem is mondom, hogy tökéletes. A Remény útvesztőjében című kötet a kommunizmus és az államszocializmus ideje alatt az aradi magyarság életében bekövetkezett jelentős változásokat követi végig. Folyamatosan csökken az aradi magyarságnak a számaránya, csökkennek azok a lehetőségek, amelyekkel beleszólhatott vagy részt vehetett volna a város életébe, és ezáltal a magyar közösség számára nagyon fontos dolgoknak a megoldása. A tanulmányok körbejárják az 1944-1989 közötti időszak oktatási, politikai, művelődési és kulturális életét. Megpróbálnak rámutatni a korabeli magyar közösség ügyes-bajos dolgaira, az akkori szórakozási lehetőségekre is. A korzonot szinte mindenkivel, kortársakkal, de nem csak velük, hanem kisebbekkel, nagyobbakkal is összetalálkoztunk és szót váltottunk. Aztán a hétvégi kirándulások Aradhegyaján, ezek is viszonylag olcsó, megoldhatók voltak, és ott inkább biztonságban éreztük magunkat, hogy senki nem él vissza azzal, amit beszélünk, senki nem jelent fel. A mostani könyv két korábbi kötet, az Arad halad és az Arad a név marad című kiadványuk folytatása. Várhatóan idén elkészül a sorozat negyedik darabja is.